Halló! Szia! Aha! Hát akkor tovább kell jönni egyenesen. Be fogtok jönni az erdőbe, egy betonúton. És jöttök lefele, és át fogtok jönni egy patakon. És patak után pedig az első lehetőségnél, ahol balra-jobbra egyenesen van út, ott jobbra kell jönni egy szoborra, ez a Zsák utca a Lajka közt. A szobor tetején egy kereszt van, és a Zsák utcának a legvégén a utolsó telek vagyok jobbra, egy fehér terepjáró áll a kerítés mögött. Egy pár perc szavaztok csak. Gyere, megyünk, tök jó! Figyú, hozz csak nyugodtan, még az elmúlt, úgyis most anyának kérdés, hogy akik kint vannak engedve, hogy a kerítéshez ne engedd oda. Jó. Jó? De jó, te még annyi, hogy... Igen, nyugodtan amúgy, mert mint aha. Ahogy gondolod, hogy jobb neki. Jó. Vagy a többiek. Mindegy, még úgyis el vannak rakva kutyák. Lent vannak, de hozzájuk nem engedem ki. Még ők se ismerkedtek össze azokkal, akik lent vannak. És annyi lenne a kérésem, hogy a kutyákkal ne kontaktáljatok. Oké. Okay. Se a diétekkel, se az enyémekkel. Jó. Akik majd jönnek. Kérem, puliszka! Olyan szerelmesettem. Én is amúgy. Figyelj, én nem. Ez egy elég komoly kombináció. Én nekem egy olyan. Reggeli felkelés után próbáljuk magunkat kicsit összeszedni, amennyire korán lehet, olyan korán kelünk, és az az első mindig, hogy kiengedjük a kutyákat, bent alszanak egy kutyás szobában. Reggel már alig várom, hogy megnézzem, hogy este mi történt, mindenki jól van, senki nem evett meg senkit, mindenki sérülésmentesen van, mindenki jól érzi magát, mindenki kipihent, ez egy jó pontja a napnak, vagy egy jó napkezdés, hogy kinyitjuk a kutyás szobának az ajtaját, és kiözönlenek a kutyák. Alig várják már ők is, hogy elkezdjék a napot. Utána megbeszéljük, hogy hova megyünk sétálni. Ez annak is a függvénye, hogy milyen kutyák vannak nálunk, mennyien vannak, mennyire jól mozgathatóak, mennyire jól reagálnak ránk, mennyi az új kutya, mennyit kell pórázon vinni, mennyit lehet szabadon sétáltatni, szabadon elengedni. Kiválasztjuk a sétahelyszínt. Ez nagyjából egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 5 helyszín között szoktuk váltogatni a sétahelyszíneket. Nagyon-nagyon kell figyelnünk arra, hogy olyan helyre menjünk, ami biztonságos.
mert hogy a nálunk lévő kutyáknak a nagy része az agár, és nagyon erős a vadászösztönük, ami azt jelenti, hogy tényleg ilyen tized másodperc alatt éberek lesznek és reagálnak, és ez Falkában ez még hatványozottabban így van, és mindenképpen természetbe szeretünk velük járni. Ez azért nagyon fontos, mert a sok illat, szag, ingerek, fűfa, bokor, pockok, minden, az nagyon szépen lefárasztja őket, és az a cél, hogy minél több élményt adjunk nekik, minél több akció legyen, minél inkább meg tudják élni az ösztöneiket. A Lili! A Lili! Ügyes vagy! Gyere, Lili! Hajtsad, Zsukli! Zsukli, pásztor vagy! Gyere, ő a vad. A terelő kutyám. Júj! Ez jó volt. Kuliszka, beindult. Ügyes vagy, Robert. Menjünk arra, csak ott megint tudunk menni egy kört, hogy tudunk bízni. Menj erre? Aha! Gyere, Lupa! Robert mostában ezt csinálja, így behajt embereket, kutyákat. Lili! Gyere! Ró! Az a ügyes! Gyere, Ró! Szuper! Hol vannak kakák? Szerencséd lesz, Orsi! Olyan formában, ami biztonságos, gondolok itt csak arra, hogy éppen mondjuk kockot keresnek, vagy illatok vannak, vagy bármi ilyesmi. Próbálunk most már az utóbbi időben olyan helyszíneket találni, ami már itt a környéken, ahol lakunk, az erdőben nem szívesen megyünk be, vagy csak akkor, hogyha nagyon jól ismerjük a környéket. Ami belátható, jól átlátható, tehát teljesen belátjuk a placot, mert hogy nagyon jó a szemük sajnos, sokkal jobb, mint a miénk, és a mozgót, azt a mozgó célpontot, a mozgó állatokat, azt nagyon gyorsan kiszúrják. Jöjj! Jó tettek! De jó vagy! Szeretnék még sok képet gyere, valami, amin a rengeteg kutyám van, gyere. A rengeteg kutyám. Jól, ügyes vagy. Milyen jó, téged lehet simogatni, Robert? Lili! Hello! Gyere már! Ügyes vagy! Az este az, akkor már nincsen túl nagy figyelem a kutyákon, hanem többnyire ők fekszenek, pihennek, ha jó idő van, akkor kint vannak a kertben, akkor még ott tud pörögni, aki akar játszani, vagy rohangálni. Egyébként bent vannak már a szobába, de amikor már sötétedik, vagy van valami biológiai órájuk, ami jelzi nekik, hogy vacsora idő van, ez nagyjából szoktak már ott topogni ilyenkor, hogy na, hol a kaja, hol a vacsi. Nap csúcspontja neki az etetés nagyjából. Hál' Istennek korruptak kajára. Úgyhogy az esti etetés úgy szokott kinézni, hogy attól függ, hogy milyen a csapat. Vannak kutyák, akiket kézből etetek. Annak függvénye, hogy milyen folyamatban vagyunk benne. Nekem az a cél, hogy minden kutya lehetőségekhez mérten jól érezze magát nálunk. Ebben nagy segítségemre van a kaja, ez a hozzám köthető bizalom szempontjából fontos, hogy esetleg valamit kérek tőle érte cserébe. Úgyhogy van, aki kézből leszik, nem sokan, valaki pedig, vagy a többsége az tából, és annak függvényében, hogy milyen a csapat, valamikor, nem tudom, hármasával etetem őket, valamikor ötössével, valamikor hetessével, van azt hiszem 4 kenelünk, a kenelben mindig van kutya, aki eszik. Ha például egy kutyát este kenelbe tartunk, akkor biztos, hogy ugyanabban a kenelbe fogom megetetni. Így már segítség neki az éjszaka is, hogy jó élményhez köti a kenelt kajához. Én azt javaslom, nekem az a véleményem, hogy minél többet kutyázom, hogy kezdjen el az ember tapogatózni, vagy keresni a lehetőségeket, hogy hogyan
tud segítséget kérni kutyájával kapcsolatban, még akkor is, hogyha esetleg negatív tapasztalatai vannak. Tételezem, hogy elmegy egy kutyaiskolába, és ott olyan dolgokat mondanak neki, hogy olyan dolgokat lát, hall, ami neki nem tetszik. Kérdezzen, mi miért történik, lehet, hogy neki az iskola nem szimpatikus, nem való, akkor menjen át másik iskolára, és kezdje el magát belásni a témába, mert hogy arról szólna az egész, hogy a kutyája az jól érezze magát mellette. És ez lenne a kulcs, hogy a gazdi mellett a kutya jól van. Ehhez viszont a gazdinak kell rengeteget tanulnia, és minél többet tanul, annál inkább rájön, hogy mennyi javítani a valója van még a kutyusának a viszonyával, és a kutyája az olyan, amilyen, de mellette olyan, egy más ember mellett más milyen lesz. Mindenképpen jogosítványhoz kötném, vagy valamiféle tudáshoz kötném a kutyatartást, mert a városi kutyák sok bajjal küzdenek, ami a gazdihoz köthető, és a rossz marketingnek, amiről ők nem tehetnek, hogy kutyának szeretetre van szüksége, és vattacukorra.